És itt van a vonalban Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja. És azért kértük, hogy álljon a rendelkezésünkre, mert adottak egy sajtótájékoztatót, ahogy arról be is számoltunk, hogy feljelentést tesznek ebben az ügyben, amit én röviden úgy foglaltam össze, hogy széles sávú körzeti hálózatok fejlesztésére elnyert 20 milliárd forintból 12,5 milliárd forintot 4 vállalkozásnak látszó cég nyert, de gyanúsan azonos a székhelyük és a tulajdonosaik. Önök többet tudnak, mint amit a privát kópó kinyomozott? Jó napot kívánok! Jó napot, hát mi is többféle blogból és cikkből próbáltuk ezt összerakni. Azt nem tudom, hogy a privát kópó azt tudta-e, hogy ezt a pályázatot ez 2012. május 14 és július 31 között lehetett benyújtani, és az említett nem 4, hanem 5 cég, az pont ennek a pályázati időszaknak a kellős közepén került bejegyzésre. Az összes többi az nagyjából így van, hogy ugyanerre a címre jegyezték be, még a tulajdonosi kör is nagyjából ugyanaz, egy kis offshore, hogy mondjam, társasággal megspékelve, és hát ugye a KDNP egyik országgyűlési képviselője, aki éppen az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának közbeszerzési albizottságát vezeti, hát ő az egyik ilyen tulajdonos cégnél felügyelő bizottsági tag. Úgyhogy ez nem csak arról szól, hogy kicsi az ország, tehát ez itt már bőségesen, a dolgok együttállása bőségesen súlyos? Ez egy, abban a szerintem összefüggésbe kell nézni ezt az egész esetet, hogy 2010 óta nagyjából azt látjuk, hogy egyébként ilyen céghálók nagyon nehezen kibogozható és nagyon nehezen érthető céghálók alakulnak, aminek a végén mindig vagy egy fideszes, vagy egy KDNP, és vagy ahhoz közeli személy jelenik meg tulajdonosként, vagy valamilyen módon mindig ott bábáskodik ebbe a céghálóba. Ráadásul itt uniós forrásról van szó, ami abból a szempontból érdekes, ugye nagyjából 2 héttel ezelőtt a gazdasági minisztérium államtitkára bejelentette, hogy hát itt nagyon megunták itt ezt a uniós források pályáztatását, úgyhogy itt majd így központilag osztogatják el ezt a jövőben. De ez most nem az. Nem, de ennek fényében válik ez igazán érdekessé szerintem, hogy akkor a jövőben arra lehet számítani, hogy már most pályázat se lesz, hanem ilyen, ki tudja milyen céghálók, offshore hátterű, Fideszhez, KDNP-hez köthető céghálókon keresztül hát simán megkapják majd az uniós forrásokat. Már pályázni se kell. Tehát szóval ebből a szempontból azt gondolom, hogy az igazi abszurd és cinikus hozzáállás. Már maga ez a pályázat, és hát persze az elmúlt évek mindegyik ilyen pályázata. Mert azt igen, de hogyha ilyen, bocsánatot kérek, de hogyha ilyen általános a feljelentés, mint amit most mond, akkor erre akár nyugodtan mondhatja az ügyészség, hogy hát ez nem tartozik a hatáskörükbe ennek a vizsgálata. Tehát hogy kell megfogalmazni egy olyan feljelentést, amelyben célirányosan tudja, hogy mit kifogásol, mert azt nem lehet kifogásolni, hogy egy napon alakultak meg a cégek. Tehát nincs olyan törvényhely, hogy egy napon megalakult cégek nem nyerednek. Ez való igaz, tehát hogy nincsen, hogy egy napon megalakult cégek nem nyerhetnek. Az már kicsit gyanús, hogy ugyanezek a cégek ugyanarra a címre vannak bejegyezve, az is kicsit furcsa, hogy ugyanaz a tulajdonosi kör. Az is de ki, furcsa, de hogy... mi a gyanú? Hát, hogy ugyanazon a helyen, ugyanazon a... Én értem, hogy mi a gyanú, csak hogy az ügyészség meg azt mondja, hogy olyan törvényhely sincsen, hogy győztesek nem lehetnek egy címre bejelentve. Nyilván a mi kollégáink, amikor ezt a feljelentést összerakják, pont azért, amit ön mond, mert hogy egyébként ezekben az ügyekben ez a nagyon kifinomult ügyészségi hozzáállás, hogy akár mindent le lehet söpörni. Itt ismeretlen tettes ellen teszünk hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és befolyással üzérkedés alapos gyanúja miatt bejelentést. Na de akkor, kollégáink... ja, bocsánat, de nem azt kéne valahogy kideríteni, hogy és egyébként ezek az ajánlatok, ezek nem voltak versenyképesek, vagy olyanokat zártak ki, akik sokkal jobban értenek a hálózat, optikai hálózatfejlesztéshez, mert érdekes mondom, minden cégnek az a neve, hogy optikai hálózatfejlesztő KFT, vagy Pannon, vagy Pátria, vagy Ponet, vagy Régió, én most hirtelen, és van a Mikronet annak nem. Azért azt pontosan tudjuk, hogyha kiírnak egy pályázatot, még egyszer mondom, a pályázatokat 2012 májusa és júliusa között lehetett benyújtani. Júniusban jegyzik be ezt a céget. Tehát magyarul előzetesen ezek a cégek... De az nem bűncselekmény, hogy valaki 3 nap alatt megír egy pályázatot.
ez igaz, hogy ez nyilván ember cselekmény, de hogy nem létező, korábban nem létező cégek. Márpedig ugye azért, hogy ez itt mégis, ahogy ön mondta, szélessávú körzethálózati fejlesztés. Tehát azért, hogy mondjam, nem egyik napról másikra szerzi meg valaki ezt a tudást. Egyik pillanatra a másikra bejegyeznek 5 ilyen céget. Aztán ez az 5 cég véletlenül elnyert több mint 10 milliárd forintot. Az 5 cég hátterében van egy olyan országgyűlési képviselő, aki történetesen a kormánypártokhoz kötődik, a gazdasági bizottságnak a tagja. De a feljelentés tárgya akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség maga? Nyilván az egész... Az ismeretlen tettes a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség? Hát azt azonnal, hogy már ezt a legfőbb ügyészségnek kellene kideríteni, hogy ki volt a... Na de túl sok szabadságot adnak nekik, nem fognak kideríteni semmit. Nézze, bár reményemet fejeztem ki a sajtótájékoztatón, hogy mondjuk a ügyészség az talán osztja a kormány nézetét, hogy az oligarchák azok milyen káros gazdasági és politikai befolyással élnek mostanság Magyarországon, és hogy ezzel ellen tenni kell valamit. Azért az elmúlt, hogy mondjam, 2-3 évben, de főleg 2010 óta az embernek nem volt afelől semmi kétség, hogy ezek az ügyekben még ennél, hogy mondjam, azt gondolom talán súlyosabb ügyekben is az ügyészség nem állt a helyzet magaslatán. Elég, hát ez lehetett kétsége, ön ezt tényként jelenti, hogy nem volt az embereknek kétsége. Szerintem volt egy csomó ember, akinek kétsége volt. Hogy a helyzet magaslatánál? Tehát sokan azt gondolják, hogy a legfőbb ügyészség a helyzet magaslatánál. Szerintem vannak ilyen emberek. Biztos. De most minket ez nem érdekel. Sokak nem. Tehát nyilván a mi jogászaink ebben az ügyben hűtlenkezelés, hivatali visszaelés és befolyással üzérkedés alapos gyanúja miatt teszi meg rakja össze ugye a bejelentést, és hát nyilván az ügyészség meg majd feltételezem, hogy annak rendje módja szerint reméljük, hogy ez alkalommal a helyzet magaslatán megindítja az eljárást. Csak azért aggódom, amit mondott, tehát tényleg vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ha nem elég jól irányítja a feljelentés maga az ügyészség munkáját, ha nincs benne elég információ, akkor nyugodtan mondhatja az ügyészség, hogy egyelőre nincs mit vizsgálnunk, mert cégek elnyerték, lehet, hogy majd megépítik ezt a hálózatot, lehet, hogy pont annyiba fog kerülni, amennyit költünk rá, és majd az Unió megmondja. Fel kellett tudni mutatniuk valamit, hogy de mi az, ami miatt, mondok egy példát, ebben a cikkben én azt olvastam, hogy az egyik tulajdonos cég ellen eljárás van. Ott az, tehát hogy ott lehet, hogy már a pályázati eljárás maga törvénytelen volt, ilyen jellegű utalások vannak a cikk további részében, de nem akartam én mondani ön helyett, tehát hogy lehet, hogy már a folyamat maga önleleplező. De ezt föl kell tárni, én úgy érzem, hogy olyan országban élünk. Az a tény, hogy valaki ellen eljárás folyik, nyilván ez önmagában is egy probléma. Én sokkal nagyobb problémának érzem, hogy ez itt egy séma. Tehát, hogy itt nem ez nem az ügyészségre tartozik, az a politikára tartozik a séma felderítés. Az ügyészségre tartozik, mert az ügyészségre tartozik az, hogy ma Magyarországon egyébként, miután már láthatóan a hazai források jelentős része elfogyott, és nem marad más, mint uniós forrás. Uniós források olyan cégekhez, céghálókon keresztül jut el, aminek hát meglehetősen bizonytalan maga a tulajdonosi köre. Egy napon... Ez nem bizonytalan. Hogy nem, hát több hát biztos, hátterű. Hát attól még, hogy offshore hátterű, hát ez éppen nekem nem fáj. Én nekem az fáj, hogyha azt lehet látni, hogy... Tehát én értem, hogy mit sejtenek önök, de ameddig ez a sejtésben marad, addig az ügyészség nyugodtan mondhatja, hogy hát lássuk, ezek még nem tények, ezek csak egybeesések. De akkor most ezzel a mondattal nyilván azt, vagy az a sugallat, hogy az ügyészség azt csinál, amit akar. Ezt láttuk egyébként, hogy tényleg azt csinál, amit akar, mert olyan... Hát de mit tud földeríteni? Azt tudja földeríteni, hogy ezek tényleg ugyanazok az emberek, tényleg ugyanazok, beadták a pályázatot. Az ügyészségnek az a dolga, hogy megvizsgálja, hogy történt-e például hivatali visszaélés, történt-e hűtlen kezelés, és történt-e befolyással üzérkedés. Az nem az én dolgom. Én állítok valamit, hogy ebben az ügyben feltételezhető. Az az ügyészségnek a feladatát, ezért fizetik az ügyészséget, fizetjük közösen az adófizetők pénzéből, hogy ezt az ügyészség felderítse. Kiderítse, hogy hát
Hát akkor hogy is van ez, hogy egy napon ezt így létrehozták, pont a pályázat benyújtásának, pályázati időszak kellős közepén, és akkor hirtelen egyébként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség úgy döntött, hogy ez az öt cég az, amelyik alkalmas ennek a feladatnak az ellátására, miközben az öt cég tulajdonosi hátterében ott van az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának egyik tagja, aki ráadásul a közbeszerzési és vállalkozás szabályozási albizottságnak az elnöke. Hát vele kell beszélnem, most már látom. Jó tanácsot adott. Sokan megpróbáltak belebeszélni, hozzám csak a sajtósát küldték el a sajtótájékoztatóra, aki nyilvánvalóan tudta, amikor erről a témáról sajtótájékoztatót tartottam, hogy ebben az ügyben valamilyen módon érintett lesz a KDNP országgyűlési képviselője. Különben miért jött volna el a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatójára a KDNP sajtósa? Kíváncsiságból. De ezt miért nem ment volna el? Itt a többi kérdés meg majd fölteszem neki. Vadai Ágnesnek, a DK elnökségi tagjának. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm, viszont hallásra.